Kele János közgazdász, Momentum volt elnökségi tagja, jó reggelt kívánok, és Szurok András kollégánk, az ATV híradójának főszerkesztője, jó reggelt, András. Jó reggelt. Itt az első kérdés. Jó reggelt, szervusztok. Jó reggelt, Kele úr, ugye, hát azt lehet mondani, ugye 2022 nyarán került a Momentum elnökségébe, most 2024 elején járunk. Nem volt ez egy hosszú idő a politikában. Miben csalódott inkább? Magában a politikában, vagy a Momentumban? Hát nem volt hosszú, de mondjuk intenzív időszaknak mindenképp mondanám. Számomra rengeteg újdonságot hozott, és semmiért nem cserélném el azzal együtt sem, hogy hogyan ért ez véget, vagy hogyan néz ki kívülről, ahogyan ez véget ért. Én olyan típusú ember vagyok, aki azért elsősorban, hogyha valami nem sikerül, akkor magában keres a hibát, tehát én azokra nagyobb hatásom is van, hogy kijavítsam, meg talán azzal több dolgom is van, úgyhogy én elsősorban azt látom ebből, hogy én milyen célokat nem tudtam elérni, vagy milyen vitákat nem tudtam megnyerni, vagy miben nem volt esetleg igazam, amikor belevágtam ebbe, és kevésbé gondolkodom azon, hogy mindenki mások hibások rajtam kívül. Ezzel együtt bennem csalódottság nincsen, szerintem ez a politika természete diktálja, a politika egyébként nem való mindenkinek, a frontpolitika pláne nem való mindenkinek. Szerintem sokkal fontosabb az ilyen pozíció fetisizmusnál az, hogy az ember megtalálja a közélettel való foglalkozásnak azt a szerepét, amiben ő hiteles, amiben ő jelentőséggel tud bírni, és ahol talán egyébként hasznos tud lenni az egész társadalomnak. Én most ezen vagyok inkább. Akkor inkább úgy kérdezem, hogy ez az új elnökség, ami ugye most a Momentum élére került, régi új elnökség kvázi, ugye itt önnek már nem osztottak lapot az elnökségben, tehát ez volt az, ami arra sarkalta, hogy akkor inkább az egész politikával szakítson, tehát a mostani elnökség összetétele az, ami erre sarkalta, vagy az, hogy kicsit belefásult ebbe az egészbe? Az egy fontos tapasztalat, hogy a politikával való foglalkozás az mindig a személyes autonómia valamilyen fokú feladásával jár. Én ezt viszonylag nehezen éltem meg, én korábban erre eléggé figyeltem, hogy legyen egy integritás, egy autonómia, ami megadja azt a szabadságot, hogy morálisan olyan döntéseket tudjak hozni, amivel 100%-osan azonosulok. A politikában nyilván nem mindig van ez így, kell olyan dolgokat is védeni esetleg a nyilvánosságban, amivel az ember nem ért 100%-osan együtt, vagy egyébként neki is vitája van ezzel. Én azt láttam, hogy elnökségi tagként sem volt az érzésem hosszú időn keresztül, hogy hát van valami jelentőség annak, amit csinálunk, hogy egyébként hatással vagyok akár a párton kívüli politikai folyamatokra is, de akár a párton belüliekre is, hogy egy bizonyos körnél nagyobb hatásom van, hogy tényleg meg tudjuk határozni ennek a pártnak a stratégiáját, az irányát, a politikáját. Ezt nem mindig éreztem, és arra jutottam, hogy ha egyébként nem vagyok már elnökségi tag, nincsen formális pozícióm, igazából nincsen választott politikai pozícióm, hát akkor ez a hatás az még ennél is elenyészőbb lesz, és ezért cserébe feladni azt a típusú személyes autonómiát, vagy ezért ezt tovább folytatni nem biztos, hogy megéri, és mondom, korán sem biztos, hogy az ember, vagy mondjuk én személyesen egy párt frontpolitikusaként tudja a legnagyobb közéleti hatást kifejteni ma Magyarországon. Itt is elhangzott a bevezetőben, hogy közéleti youtuberek tartanak tüntetést, majd érdemes lesz megnézni, hogy hol mennyien lesznek, és hogy kinek van a nagyobb hatása a társadalomra. Érzésem szerint viszonylag ritkábban szoktunk egy lemondott politikussal és az ő döntésével foglalkozni, mert hogy a politikusnak elviekben az lenne a dolga, hogy amíg benne van adott pártban, addig érjen el hatásokat. Számíthatunk arra, hogy most majd kellene János lesz az ellenzék Magyar Pétere? Jó, hát nagyon remélem, hogy nem, szóval meg a Siffer Andrása sem, meg nem tudom, tudnék még ilyen hasonlatokat mondani. Nyilván a közélet az továbbra is érdekel, a politika érdekel, egész eddig életemet, amire visszatok emlékezni, mindig kitöltötte valamelyest a politikával való foglalkozás. Amennyiben érdekes a véleményem, vagy érdekes dolgokat tudok mondani, tehát fontos témákat tudok másképpen foglalkozni, mint mások, akkor valószínűleg lesz helyem a nyilvánosságban, más szerepben is, ha nem, akkor pedig nem, ebből a szempontból szerintem ez piacként működik, és jobban piacként működik, mint a mai magyar ellenzék. A pártot az elmúlt mondjuk két évben, ugye ott azért volt néhány kaland, Fekete Győr András távozása, Donát Anna érkezése, Donát Anna távozása, tehát hogy azért itt minden volt. Ki vezette a pártot? Szerintem senki és mindenki is, ez volt a probléma. Donát Anna nem? Hát ő szeret abban a szerepben megjelenni, hogy akkor is ő vezette a pártot, amikor nem ő volt az elnök.
Annának ebben nyilvánvalóan voltak objektív korlátai, tehát egy kisgyerek mellett vannak ügyek, amivel tud foglalkozni, és vannak ügyek, amikkel nem tud foglalkozni. Nyilván az egy tudatosabb stratégia építés lett volna, hogy a fontos ügyekben, az utatmutató kérdésekben, a távlatosabb témákban mindig Donát Anna szólaljon meg, és határozza meg a pártnak az álláspontját, vagy képviselje azt a nyilvánosságban. Nyilván ezeknek a kialakításában ő részt vett. De hát ugye ezen fel egy csomó másik ügy is van egy párt környékén. Ő ma megkérdőjelezhetetlen vezető a Momentumban? Én azt gondolom, hogy igen. Amennyire én ezt meg tudom ítélni, félig kívülről meg belülről, szerintem igen, és neki van a legnagyobb legitimitása erre ma a párt. Voltak vele vitái az irányban? Mert hogy most egy új elnökség, ő azt mondja, hogy a saját szája íze szerint állt össze, abban nincs benne. Érdekes, mert velem volt talán annak a legkevesebb vitája a stratégiai irányokat illetően, és azokkal, akik most mellett ülnek az elnökségben, sokkal több ilyen stratégiai vitája volt. És bocsánat, és egyébként ugye Gelencsér Ferenc regnálása alatt ugye ön végig ott volt, ugye őt sokszor az a kritika érte, hogy hát gyakorlatilag nem ő a valódi vezető, ahogy itt már Egon is mondta, az ő vezetését hogy élte meg, tehát őt hiba volt, utólag visszatekintve hiba volt őt felemelni a vezetői pozícióba? Én nem tudok ilyet mondani, mert hát itt egy legitim küldött gyűlés választott őt viszonylag nagy többséges, őt nagyon a saját érzései szerint, tehát akkor ön milyen vezetőnek látta Gelencsér Ferenc? Szerintem én ebben a szempontból egy egyszerű ember vagyok, tehát az eredményjelző nem hazudik, föl kell nézni az eredményjelzőre, és meglátjuk. Én azt gondolom, hogy Feri jobb vezető volt annál, mint amit a nyilvánosságban a róla kialakult kép sugárzott, de nem biztos, hogy elég jó vezető volt, és szerintem ezzel sok mindent elmondtam. Egyébként nagyon tisztességes, egyenes srác, nagyon tisztelem és nagyon kedvelem. Nyilván egy ilyen nehéz politikai helyzetben, amire egyébként a Válasz Online-nak adott interjúmban is beszéltem, amikor egy párt életciklusában eljön az a pont, amikor vannak elnökségi tagok, akiknek egyébként keveseknek van közülük formális választott politikai pozíciója, vagy egyébként közéleti ismertsége, renoméja, és van egy parlamenti frakció, ahol ott ül a párt összes fontos politikusa, de ők éppen eladták a részvényeiket 2022 után ebben a pártban. Óhatatlanul kialakul egy ilyen típusú vezetési konfliktus, vagy inkább verseny, hogy finomabban fogalmazzak, és ebben lavírozni azért, ráadásul úgy, hogy ő közben frakcióvezető is volt, az nem volt egy egyszerű feladat, talán nehezebb is volt a feladat annál, mint amire bárki számított az ő megválasztásakor. És egyébként a Momentum iránya nem egy kicsit, hát hogy mondjam, kusza. Ugye a DK-val van most egy ilyen verbális konfliktus, ugyanakkor együttműködés is van a DK-val, tehát sőt, a párton belül is egyébként vannak olyanok, akik hangsúlyozzák, hogy hát a DK-val, meg úgy unblock az összes ellenzéki párttal együtt kéne működni, viszont Donát Anna sokszor hangzatosan szembe megy a DK-val, tehát ez az ilyen húzd meg, erezd meg dolog, ez mennyire jó stratégia? Nekem ez folyamatos dilemmám volt azzal kapcsolatosan, hogy mit érdemes csinálni ma a magyar politikában. Szerintem lehet választani a különutasságot is, lehet választani a rendszerellenzékiséget is, meg lehet választani a tradicionálisabb politikát is, illetve az összefogásban való részvételt és az ebben való részleges vagy teljes feloldódást is. Mind a kettő egy koherens és érthető politikai stratégia, választók értik, egyszerűen megértik és el tudják dönteni, hogy támogatják-e, milyen választásokon támogatják és milyen választásokon nem támogatják. Én mindig azt mondtam, hogy a legrosszabb döntés az a nem döntés, tehát hogy kicsit ezt is csinálni, meg kicsit azt is csinálni, ez stratégiai szempontból mindig a legnehezebben érthető dolog a választók szempontjából. Ugyanakkor azt is kell látni, hogy az ellenzéki választó, vagy a kormánykritikus választó ma Magyarországon szintén kicsit kusza lelkivilágú vagy gondolkodású, amit egyébként nem dehonestálom mondok, ez egyáltalán nem csoda, ilyen ma Magyarországon a politikai helyzet. Szeretnénk is, hogy legyen egy nagy párt a Fidesszel szemben, tehát szeretnénk is összefogást, de X-et meg Y-t meg Z-t nem szeretnénk benne, és pláne ne Q vezesse, mert hát őt meg ki nem álljuk. Szóval ezért nagyon nehéz az a mostani politikai helyzet. Beszéljünk egy kicsit akkor a konkrétumokról, hogy aktuál politika legyen egy kicsit, igaz, már nem feltétlenül aktív politikusként. A köztársasági elnök lemondása lehet ez ön szerint az ideális időpont arra, hogy ez a cukormáz leolvadjon a Fidesz körül, és egy kicsit az ellenzék nagyobb falatot tudjon magának kiragadni, sőt, akár komolyabb következménye is legyenek ennek a helyzetnek?
ez a kettő egymástól függetlenül is lehet igaz, tehát az egyértelmű, hogy most ez egy olyan momentum a kormánypárt életében, vagy ebben a ciklusban, ami alapvetően határozza meg a következő választás eredményét. Viszonylag ritkán van ilyen a politikában, 2 évente, 3 évente azért a Fidesz is átélt már ilyen nagy válságokat. Ez azért életveszélyes a hatalom számára, mert tényleg az egyik legelemebb üzenetüket, a gyermekvédelmet és a családbarát imidzset kezdi ki, mégpedig az alapjainál, mégpedig az egyik legfontosabb plakát arca kapcsán, ami így a kormány környékén, ugye Novák Katalin személyében mindig ezt a témát körüllengte. Tehát ez önmagában alkalmas arra, ellenzéktől függetlenül, hogy ez a téma átüssön buborékok közötti válaszfalat és az inger küszöböt. Ez meg is történt, nem véletlenek ezek a gyors személycserék, és nem véletlen az, hogy a miniszterelnök 5 napja nem szólal meg a nyilvánosság előtt, meg a közösségi médiában. És akkor emellett van az, hogy mit tud csinálni az ellenzék. Én azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben, és meg lehet, hogy nincsen igazam, de egy ilyen helyzetben bármi jobb, vagy majdnem minden jobb, mint a megszokott szokásos forgatókönyv. Megváltozott valami, van egy politikai fordulat, egy momentum, valami elbillenhet és átbillenhet. Ilyenkor szerintem kreatív és innovatív megoldásokkal kell jönnie az ellenzéknek, és egyébként ezek a momentumok alkalmasak arra is. Mi lehetne az? Én azt gondolom, hogy ez a típusú, a közvetlen elnökválasztás az nem egy nagy novum ebből a szempontból, de ez most egy jó időpillanat van bedobva. Egyébként ez egy elég elemelt kérdés a választók számára, de most van egy nagyon fontos apropója, ami kapcsán meg lehet fogni, hogy mit is jelent ez, és milyen az, amikor a köztársaság elnök a népnek vagy a választóknak felel, és milyen az, amikor valójában az őt a székébe ültető miniszterelnöknek felel, akkor jöhet létre csak ilyen, hát erkölcsi meg morális szempontból egy átlagember számára felfoghatatlan szituáció, mint ez a mostani. Szerintem ez nem rossz. Meglátjuk, hogy lesz-e, vagy lehet-e olyan jelöltje mondjuk emellé az ellenzéknek egységesen akár, vagy bármelyik ellenzéki pártnak, aki képes arra, hogy ezen az ellenzéki buborékon túl is egy összekapcsoló név lehessen, és esetleg olyan lépéskényszerbe helyez Orbán Viktort, hogy ő se tudjon bárkit vele szemben állítani. Ezt még nem látjuk, persze ez egy sokkal nehezebb kérdés. Már látszik, hogy mi a jobb az ellenzék részéről, mint taktika, hogyha azt a témát tartja forrón, hogy a plakátarc lemondott, mint köztársasági elnök, vagy ha arra próbál fókuszálni, hogy milyen hibái vannak a rendszernek gyermekvédelem kérdéskörében, és erre ad konkrét választ, és akar reagálni, akar reagáltatni, sőt adott esetben akár több más ügyet is a felszínre hozni. Szerintem a fókusztartás fontos egy ilyen helyzetben, és szerintem ez az ügy alapvetően a kormány képmutatásáról szól a gyermekvédelem tekintetében, meg a családbarátság tekintetében. Arról szól, hogy valójában a szlogenek és a mondatok mögött a tettek mennyire nem tükrözik ennek a koherenségét, és hogy egy ilyen nagyon egyszerű morális szituációban elbuknak nagyon fontosnak gondolt vagy hit kormányzati szereplők, mint amilyen ez a kegyelmi kérdés volt. A legnagyobb hiba szerintem az lenne az ellenzék részéről, hogyha most a fókusz nem tartaná ezen az ügyön, és persze erről sok szinten vagy több szinten kell beszélni, szakmai szinten és politikai szinten is, adott esetben nagyon egyszerű kommunikációval teríteni az üzenetet, hogy minél többen tudják meg, hogy mi történt Novák Katalinnal, és egyébként adott esetben kideríteni, hogy ki volt a mögött a döntés mögött, mert ezt még mindig nem tudjuk. A legnagyobb hiba szerintem az lenne, ha most engedni az ellenzék, hogy szétfoljon ez a kommunikáció, és akkor megint Tóni, Barbara, Ádám meg István, az unásig ismert ügyek, amikben ugye semmi újat nem tudtunk meg az elmúlt néhány napban sem. De látja, Magyar Pétert idézi, miközben amikor mondtuk, hogy lesz-e, András kérdezte a Momentum Magyar Péterre, akkor mondta, hogy Isten menj, de azért az ön fejében is szöget ütött, amiket ő nyilatkozik és ír. Ez egy fontos momentum, mert egy olyan szereplő mond ki olyan dolgokat, amelyeket az ellenzék hosszú ideje mond, aki korábban belül volt ezen a rendszeren, tehát ez hitelesít, és egyébként szerintem az igazi novum ennek, mert ez azért nem olyan nagy novum, 2-3 évente jönnek kiábrándult fideszesek, Pálinkás Józseftől Pesti Lászlón át, sorolhatnánk a neveket, egészen Simicska Lajosig talán, és hozzájuk képest még Magyar Péter úgy első ránézése pehelysúlyúbb szereplőnek is tűnik talán, de az időzítés az, amit igazán novum, és az időzítés adja meg ennek most az igazi jelentőséget. Tehát eleve volt egy nagyon nagy botrány, ami nagyon erőteljesen kikezdte a kormánypártok hitelességét egy bizonyos kérdésben, és erre jön egy kiugrott ember, aki rátesz erre még egy lapáttal. Nehéz megítélni kívülről, és nem is mennék ebbe bele, hogy van-e valaki mögötte, frontol-e valakinek, vagy úgy egyébként mi történik Magyar Péterrel, aki egyesével áll a megafonosokkal vitatkozni arról, hogy ő írta Varga Juditnek a posztjait igazságügyi miniszter korában, ami hát, hogy is mondjam, a komolyan vehetőségből azért valamennyit elvesz, de szerintem, ha ellenzéki szempontból gondolkodok, akkor egyértelműen az a fontos, hogy ne hagyják szétfolyni ezt a témát. Ez alapvetően a gyermekvédelem ügyében mutatott kormányzati képmutatásról szól. És félig kívülállóként azért még erősen benne volt az ellenzéki térben ugye egészen idáig, tehát most félig kívülállóként látva az ellenzék eddigi mozgását ebben a témában, ez
jó irány, amit most visznek, vagy kellene még valami plusz, tehát hogy alakítói ők most az eseményeknek, vagy futnak az események után, ahogy egyébként általában ez lenni szokott? Abszolút nem tűnek alakítóinak az eseményeknek, de ez nem tudom mennyire elvárható 14 év NER után, vagy nem tudok gyorsan visszaidézni most olyan időszakot, talán a rabszolgatörvények, meg az előválasztás időszakát kivéve, amikor az ellenzék legalább néhány pillanatra, vagy egy-két hétre a kezdeményezést át tudta venni. De ez most egy ilyen pillanat lehet. Egy ilyen pillanat lehet, azért azt látjuk, hogy ebben az ügyben szerintem a független sajtó tényleg legszebb napjait idézően tudja az eseményeket és az agendát alakítani. Nagyjából megmutatja, hogy miért van szükség független sajtóra. Teljesen egyértelmű. Ez a kérdés felmerült eddig. Abszolút, és szerintem ez egy nagyon jó példa arra, amikor sokan ilyen értelmiségi nyűnyögésnek címkézték azt, hogy az ellenzéki politikusok a független sajtó miatt aggódnak, ezért van rá szükség. Tehát még ennyi esély sem lenne a NER ellen, hogyha nem lenne a független sajtó maradéka, és nem lenne egyre erősebb, vagy nem lenne mögöttük egyébként társadalmi támogatás, támogatások formájában, vagy előfizetések formájában. De az ellenzék ettől függetlenül, hogy nem alakítója az eseményeknek, tud jól reagálni, és mondom, ez egy olyan pillanat, amikor kibillent valami a politikai erőegyensúlyban, ez egy olyan fordulat, amit meg lehet lovagolni, és egyébként ha arról beszélünk hosszú évek óta, hogy új vezetők az ellenzék élén, ki az, aki meg tudja magát építeni Gyurcsány Ferencen kívül potenciális ellenzéki vezetőnek, na ezek azok a pillanatok, amikor az ilyen politikusoknak elő kell lépni, meg kell mutatniuk magukat, váratlan dolgokat kell húzniuk, és úgy kell föllépniük, mint akik az egész ellenzék számára, meg az ellenzék mögött lévő választói közeg számára utat mutat, alternatívát mutat, és politikailag innovatív ötletekkel jön. Donát Annát ma ilyennek látja, és a Momentumot ma ilyen pártnak látja? Én bízom abban, hogy Donát Anna ilyen politikus, és bízom abban, hogy ezt a helyzetet, ebben a helyzetben... Ez egy kitérő válasz. Én csak bízni tudok benne, nem tudok. Nincsen bizonyosságom, én csak bízom ebben. Hát ha nincs bizonyossága, az Momentumos politikusként, vagy volt Momentumos politikusként elég nagy baj, én azt gondolom. Kele János, köszönjük szépen. András, neked is. Szurok András volt a mi kérdezőtársunk. Jön a híradó rögtön Köbel Anitával.